Gondoljatok bele, hogy olyan sokszor beszélünk arról, hogy jaj, most Brüsszel mit is akar, és hogy Orbánnak igaza van, hogy most akkor ez a vétó miért is volt, mi az ő érdeke? Ez egy választott közösségünk. Nevezzük egy családnak. És képzeljétek el egy családot, melynek tagjai összegyűlnek, mondjuk egy vasárnapi ebédre, majd megjelenik a nagybácsi, és lendületből hatalmasat beleköp a levesbe. Mert neki most éppen így van kedve. Meg belefújja az órát a függönybe. Vagy belefújja az órát, vagy azt mondja, hogy most igen, akkor odaköp a parkettára. Álljunk a karácsonyfa mellé, oda megy, és azt mondja, hogy is feldöki a karácsonyfa, bármi. És nem az utcáról egy randalírozó ember bejött a családba, hanem a család egyik tagja. Na ehhez a levesbeköpködéshez, randalírozáshoz, bármihez keresett most, vagy keres szövetséget, erre lesz jó valószínű Fico. Szóval, hogy önmagában az, hogy az Európai Parlament összes illetékes testülete, legyen az a bizottság, legyen az a parlament, eddig tűrte, és ilyen, hogy is mondjam, diplomatikusan kezelte ezeket a Magyarországgal kapcsolatos kérdéseket, már ehhez is szerintem iszonyú nagy önuralom kellett.